sajnos meghalt Maradona. Nem tudom, hogy te ezt már hallottad. És nem tudtam, vagy, nem tudtam. Most tudtad meg akkor. Nem tudtam, most hallom. Megállt a szíve, ha minden igaz. Hogy érint téged ez a hír? Mit jelentett Maradona számodra? Hát számomra egy olyan futbolista volt, aki elkápráztatta az embereket. Akkor gyerek voltam, rengeteg mérkőzést láttam, ahol parádézott, őrületbe kergette a védőket. Az egyik gólját az angolok ellen, ha jól tudom, ki kellene emelni, ami szenzációs volt, szinte mindenkit kicselezett. Tehát egy olyan játékos volt, aki a világ egyik legjobbja volt, tehát részvétem. Én most a mérkőzés után tudtam meg egyből, a feleségem írta meg nekem. Hát ez egy szörnyű tragédia, tudjuk, hogy a valaha volt egyik legnagyszerűbb játékos volt. Én személyesen ugye nem tudtam látni, hiszen én még nagyon pici voltam, amikor pályafutása vége fele futballozott, viszont felvételeket láttam róla, egy hihetetlen zseni volt ő. Én őszintén a meccs előtt én ezt nem hallottam erről, mert ilyenkor csak a meccs. Koncentrálok és telefon mindenki kapcsolok, és szerintem, hogyha valaki is hallaná az öltözőből, nem azt, hát nem ezt hangoztatjuk meccs előtt, mert úgymond nekünk feladatunk van, és akkor az a legfontosabb. De természetesen, ahogy bejöttünk az öltözőbe, egyből hallottuk a híreket, és hát sajnos nem jó hír, sajnos ilyen az élet, és hát ez mindenki, hát ugye a futballnak ez egy szomorú nap ilyen téren, mert ugye egy fantasztikus futballista volt, de hát sajnos ilyen dolgok megtörténnek.